Szia, üdvözöllek! A mai téma, hogyan használd a broadcasting technológiánkat, az élő közvetítés technológiánkat az okostelefonodon, ami minimum 4.1-es Android technológiájú rendszer kell, vagy telefon kell, hogy legyen. A bekapcsolás után természetesen elkezdett húzni az új adat rajta, és a flash-t ki kell kerülnünk ennek érdekében. Neked le kell tölteni a mi ingyenes mini alkalmazásunkat, amit a Play áruházban fogsz megtalálni. A Play áruházban egyszerűen a keresőre kattintasz, majd utána szépen betötyögöd azt a szöveget, amire rá akarsz keresni. Meggyorsítva a dolgot, iMovie Broadcaster, ez az, amit mi beírtunk. Miután rákerestél az iMovie Broadcasterre, szépen elő fognak jönni az információk, és letöltöd. Amennyiben letöltötte a telefonodra, akkor fogod magad és a megnyitás gombra fogsz rákattintani, és íme már is bent van a rendszerünk. Két lehetőséged van, kaptál valakitől egy e-mailt, akkor ebben az esetben a résztvevőre, azaz a párticipánt baloldali gombra kell kattintanod, beírod a linket, és utána pedig a neved, és már bent is vagy a teremben. Azt is el fogom mondani, hogy hogyan. A másik esetben viszont, amikor te indítasz élő közvetítést a saját konferencia termeddel, akkor beírod az ID számodat, az azonosítódat, ami 2 betű és 4 szám, hozzá az irodádnak a jelszavát, és utána pedig a Join Broadcast, az a belépés a broadcasting gombra kell kattintani. Nézzük meg akkor ez hogy néz ki. Közelebbről, jó, így bízom benne, hogy látjátok, tehát akkor még egyszer, ha résztvevőként jelentkezel be, akkor erre a gombra kattintasz, ha te indítod az élőadást, akkor pedig a jobb oldali gombra kell kattintani, és jelszó, illetve az ID szám beírásával tudunk bemenni a terembe. Nézzük meg akkor, hogy mi van, hogyha te e-mailt kaptál. Jó, nézzük akkor meg, hogy hogyan tudsz egy élő közvetítésbe becsatlakozni. Kaptál a barátodtól egy e-mailt, mindenféleképpen be kell menned a leveleződbe, és itt nagyon-nagyon jól látszik, ugye, hogy tőlem, Bence Sándortól jött egy e-mail. E-mailben küldtük el az élő közvetítés linkjét, illetve küldöd el te is bárkinek. Egyszerűen rá kell kattintani a linkre, és azonnal az alkalmazás elindul. A következő felületen semmi más dolgod nincsen, mint megadnod a neved, ebben az esetben, most nagybetűvel, Sándorként megyünk be. Beírtam a nevet, és lehet, hogy picibe látjátok, mindjárt ki fogom egy kicsit nagyítani, hogy hogy is néz ez ki. Tehát beírtam a Sándort, szépen be fogja zoomolni, és ezt követően a Join Broadcast-re kell rákattintani. Rákattintok, és várunk. Megnézzük, hogy mi történik. Ez egy élő közvetítés. Ketten vagyunk bent a konferencia teremben. Van egy illető, aki megnyitotta magát a konferenciatermet, illetve itt vagy te most alul. Persze, most így nem látsz semmit, de hogyha oda megyek a másik teremhez, akkor valójában föl tudlak téged húzni, amit meg is fogok csinálni. Na, ebben a helyzetben fel is jött már mind a két kamerakép, a telefonon így tudsz beszélgetni. Miért sötét a te kamerád most a mi esetünkben? Hiszen mert le van téve maga a kamera ugye az asztalra, de hogyha fölemelem, akkor gyakorlatilag látjátok, hogy a kamera az nagyon-nagyon szépen dolgozik. Illetve itt ezen az okostelefonon lehetőséged van arra, hogy kameraképet állítsál. Ugye normál helyzetben, amikor beszélgetsz, akkor jobb oldalt felül 3 kis csíkot látsz. A 3 kis csíkra rákattint, vagy menü gördül le, és a menüben gyakorlatilag ott van egy kamera jel. A kamera jelre rákattintva egyből be fog kapcsolni az előlapi kamera,
és azt látod, hogy a plafonomon a lámpa hogy működik. Itt vagyok, szia, ciao, én vagyok az. Na, tehát első-hátsó kamera nagyon-nagyon szuperül működik, illetve, hogyha te indítod innen a közvetítést, amit a következőben fogunk megcsinálni, akkor valójában te tudod mozgatni a résztvevőket. Ebben az esetben most elköszöntünk, így működik a dolog. Még egy dolog fontos, hogy a jobb felső sarkában van egy kis mikrofon jel. A mikrofon jelre rákattintva le tudod magad halkítani, illetve az előadó, aki a konferenciatermet nyitotta, ő valójában téged el tud halkítani, vagy vissza tudja neked adni a jelet. Egyébként meg ugye, ahogy itt nézzük ezt az okos telefont, oda megyek a másik géphez, és be fogok tenni egy prezentációt, hogy mi történik, amikor prezentációt is megbeszéltek. Tehát hangot fogsz hallani, viszont a prezentációt fogod látni. Na, tehát akkor így néz ki, amikor elindul egy prezentáció, akkor ugye a kameraképet nem fogod látni, viszont lehet jobbra húzni az egész képernyőt, akkor a résztvevőket fogod látni, illetve hogyha másik irányba tolod a képernyőt, akkor viszont alul a cseten tudsz beírni. Rákattintasz a cset ablakra, hogy küldjél egy üzenetet, most 3FFF betűt küldünk, és az Enter gombot megnyomva beküldtük az üzenetet a központba. A központon keresztül azonnal megjelenik, ugye mindenkinél a prezentáció fölött az FFF, tehát így az utolsó chat beírás mindig folyamatosan tudod követni. Ez a technológia a legszélesebb körű technológia, ami ma a piacon létezik, azért fontos, mert ennyi funkcióval ilyen típusú szolgáltatás ma nincs a világon, ráadásul egy okos telefonról 500 fő irányába tudsz élő közvetítést indítani. Következő kis videónk arról fog szólni, hogy ha te vagy az a személy, aki megnyitja az előadást, akkor mi fog történni. Köszönöm szépen, hogy megnézted, sok sikert, ha ki szeretnél lépni. Egyszerű a történet, hiszen megint a három csíkra kattintva, ízgombot kérlek nyomd meg, és visszajöttél a levelező rendszeredbe, hogy fogod magad és kikapcsolod a telefont, és kész van. Köszönöm szépen, hogy megnézted, használd szeretettel, hiszen ez a világ jön, és te is lehetsz ennek a része. Szia, minden jót!